A Jupiter gigászi és titokzatos. A naprendszer legnagyobb bolygója. A szinte kizárólag gázból álló világon, amelyen 650 km/órás szelek és a Föld méreténél kétszer nagyobb viharok tombolnak, talán a bolygók kialakulásának menetét figyelhetjük meg. A Jupiter négy legnagyobb holdjának egyike pedig a létező legfontosabb kérdésre adhatja meg a választ. A vaskos jégtakaró alatt az emberiség végre felfedezheti a Földön kívüli életet. Az űrkutatás legkorszerűbb eszközei igyekeznek kifürkészni ennek a rejtélyes óriásnak, a Jupiternek a titkait. Mindennapi tudomány. Irány a Jupiter. Az elmúlt 50 évben az űrkutatás olyan világot tárt fel, amilyeneket elképzelni sem tudtunk volna. A marsi hegyektől a szaturnuszi metántavakig. Mégis van egy bolygó, amely mindközül a leginkább megragadja a képzelőerőnket. Valamennyi között a legnagyobb, a Jupiter. A Jupiterrel kapcsolatos ismereteink jelentős része egyetlen űrszondától, az Atlantis űrrepülőgéppel 1989-ben felbocsátott Galileótól származik. Minden új felfedezés nyomán jobban megismerjük a Jupitert és annak holdjait, és akár magának a naprendszernek a kialakulásáról is többet megtudhatunk. A Földnél 11-szer nagyobb, de szilárd felszínnel szinte bizonyosan nem rendelkező Jupiter egy 140 ezer kilométer átmérőjű, gázból és folyadékból álló gömb. A rajta cikázó villámok ereje ezerszeresen meghaladja azokét, amelyek a Földön a legnagyobbnak számítanak. A Szaturnuszéhoz hasonló gyűrűrendszere is van, de túl halvány ahhoz, hogy a teleszkópjaink észleljék. A nagy vörös folt egyetlen óriási vihar, amelyben 400 km/órás szél tombol, és olyan nagy, hogy a Föld háromszor is elférne benne. A monstrum körül 63 hold kering. A Galileo négyet vizsgál meg közülük. Az Iót, az Európát, a Ganymédészt és a Kalisztót. Mindegyik önmagában is kitűnő célpontja volna egy önálló kutatóknak. A csillagászok a naptól 800 millió kilométerre halott, élettelen világra számítanak. Az Io a négy hold közül a Jupiterhez legközelebbi, valamivel nagyobb, mint a Föld saját holdja. Az Io azonban korántsem halott. Hatalmas kén-dioxid felhőit sok száz kilométer magasra lövelli fel a világűr felé. Egészen különleges, sárgás-vörös felszíne van. Pizzaholdnak is becézik. A Ganymédész a legnagyobb hold felszíne hasadékokkal szabdalt, gásás jégből áll. Az Európa pedig mindközül a legrejtélyesebb. Jeges felszíne alatt folyékony óceán rejtőzhet, márpedig ahol víz van, ott élet is létezhet. A Jupiter rendszerét az űrszondák egész új nemzedéke készül felderíteni. A Juno, az Europa Explorer és az Endurance nevű víz alatti szonda. A három küldetés egyetlen célt szolgál, feltárni végre ezeknek az idegen égitesteknek a titkait. A Galileo útja előtt csak távolról vizsgálódhattunk. Az 1970-es években és a 80-as évek elején a Pioneer és a Voyager által vethettünk néhány pillantást a Jupiterre és holdjaira, de ezek több kérdést vetettek fel, mint ahányat megválaszoltak. Hogyan alakult ki a Jupiter? Mi táplálja roppant viharait? És mitől olyan tevékenyek geológiai értelemben a holdjai? Mielőtt ezekre a kérdésekre választ kapnánk, le kell küzdeni egy egyszerű akadályt. A Galileo nem képes magával vinni annyi üzemanyagot, amennyivel elérhetné az úti célját. A NASA mérnökeinek más módot kell találniuk a Jupiter megközelítésére. A megoldás zsenialitása abban állt, hogy nem is a Jupiter, hanem a Vénusz felé indultunk.
A Vénusz majd a Föld megközelítésével, a Galileo a gravitációs paritja hatást kihasználva átveszi a bolygók mozgási energiájának egy részét. Így gyorsul fel eléggé ahhoz, hogy elérhesse a végső célt, a Jupitert. Amikor a Galileo 6 éves utazása végén megérkezik, egy kisebb szonda válik majd le róla, hogy alámerüljön a Jupiter légkörébe. Kevesebb mint 1 órája lesz a környezete elemzésére, mielőtt az iszonyú nyomás összezúzná. A Galileótól mindenki különleges információkat vár. Először azonban oda kell érnie. Alig 18 hónappal a pályára állítása után súlyos akadály merül fel. A Galileo rádió antennájának ernyője nem nyílik ki. Rosszabb nem is történhetett volna, az ernyőnek ki kellett volna nyílnia. Úgy ítéltük, hogy az antenna nélkül képtelen lesz végrehajtani a feladatát. Lent a Földön a NASA mérnökei minden eszközzel igyekeznek áthidalni a problémát. Megpróbálták megrázni, abban bízva, hogy egyszerűen beszorult. Fellerángatták és remélték, hogy egyszer csak kiakad. A küldetés már csak egy módon kerülhette el a teljes kudarcot. Az adatokat a Galileo másodlagos, kis teljesítményű navigációs antennáján átsugározzák vissza a Földre. Ezzel csak az a gond, hogy ezen az antennán 10 000-szer lassabb az átvitel. A Galileo által gyűjtött adatoknak csupán néhány százaléka jut vissza a Földre. Az űrszonda már az utazása végén jár, amikor egy hatalmas üstökös közelíti meg a Jupitert ütköző pályán. A Galileo az első sorból nézheti végig a műsort. Eközben nyomára juthat a Jupiter történetével kapcsolatos leglényegesebb kérdésnek is. Hogyan keletkezett? A kutatók eddig úgy tartották, hogy a Jupiter a nap kialakulásának maradékából álló, az időben megrekedt ősi bolygó. Ha így van, akkor a nap és a Jupiter összetétele nagyon hasonló lesz. A becsapódó üstökös a mélyből is felkavarja az anyagot, így annak elemzésével a kutatók ellenőrizhetik az elméletet. Jóval többet kapnak annál, amire számítottak. Nem gondoltam, hogy végignézhetjük, amint a naprendszer egyik égiteste belecsapódik egy másikba. Közvetlen közelről figyelhettük meg ezt a páratlan eseményt. Az üstökös neve Shoemaker-Levy 9, röviden SL9. David Levy tagja annak a csoportnak, amely elsőként fedezte fel. Az írásos történelem kezdete óta először történt meg, hogy egy üstökös egy bolygóval ütközött. Fogalmunk sem volt, hogy mennyi mindent megtudhatunk ebből. Felvirrad a nap. A hegyek tetején és a világűrben több távcső szegeződik az égboltnak egy azon pontjára, mint korábban bármikor. A Jupiter roppant tömegvonzása darabokra szaggatja a közeledő üstököst. 20 különálló töredék fog a bolygóba zuhanni, köztük néhány másfél kilométeres darab is. A világ csillagászainak rövidesen lélegzetelállító látványban lesz részük. A töredékek egyenként becsapódnak. A legnagyobb annyi energiát szabadít fel, mint 300 millió atombomba. A tűzgömb 3200 méterrel emelkedik a Jupiter felhői fölé. Minden töredék külön felhőt vet ki. A Jupiter déli féltekéjén sorakozó sötét sebhelyek mérete a Földével vetekszik. Az egyes becsapódásokból először a por és gáz felhőt láthattuk. Akár a Galileo, akár a Hubble űrtávcső közvetítésével. Ezután megfigyelhettük, amint a Jupiter déli félgömbjén kialakulnak az éjfekete felhők. A legnagyobb meglepetést mégsem a felhők okozzák, hanem az ütközések által a légkör felső rétegeiben keltett lökéshullámok. Ezekre csak egy magyarázat lehetséges, amely a csillagászok számára mindent elárul. Amikor a Shoemaker-Levy 9 a Jupiterbe csapódott, a pocsolyába hulló kőhöz hasonlóan hullámokat vetett. A hullámok terjedési sebessége függ a légkör víztartalmától, mégpedig gyorsabbak voltak a vártnál. Arra következtettünk, hogy több ott a víz, mint gondoltuk. Itt meg tudom mutatni.
Jól láthatóak a szétfutó hullámok. Ezeknek a köröknek a tágulása árult el nekünk, hogy a légkör a vártnál több vizet tartalmaz. A felfedezés meglepetésként hat. Azt jelenti, hogy a Jupiter összetétele más, mint a Napé. Azzal fenyeget, hogy felborít mindent, amit a kutatók tudni véltek a Jupiter keletkezéséről. Új elméletre van szükség. 17 hónapon belül a Galileo is megérkezik, hogy közvetlenül elemezze a Jupiter vegyi összetételét. A rejtély csak ekkor oldódhat meg. Egy évvel azután, hogy az SL9 üstökös a Jupiterbe ütközik, a Galileo megkezdi a közelítés utolsó szakaszát. A tét óriási. A csillagászok már tudják, hogy a Jupiteren akár 10-szer annyi víz is lehet, mint korábban gondolták. Ha így van, akkor talán teljesen új magyarázatot kell találniuk a különös bolygó keletkezésére. A Galileo első feladata az lesz, hogy közvetlen méréseket végezzen a Jupiter légkörének vegyi összetételéről, illetve a víz mennyiségéről. A Galileo egy kis szondát bocsát le a Jupiter felhőibe. Ez a szélsebességét és a hőmérsékletet is megméri majd a különböző mélységekben, hogy megkísérelje magyarázatot találni a viharos időjárásra. Emellett a nagy kérdésre is választ keres. Vajon a Jupiter a nap rég elveszett rokona, vagy valami egészen más? A vezérlőben három robbanó töltetet élesítenek, és a kis szonda leválik a Galileóról. A célja behatolni a Jupiter légkörébe. Amikor már úton van, a Galileo beindítja hajtóműveit, és új pályára áll a Jupiter körül. Az általa készített felvételek minden korábbinál sok ezerszer részletesebbek. Két hónap elteltével aztán kész katasztrófa következik be. A döntő fontosságú adatokat rögzítő szalagos egység elakad. Rájöttek, hogy ha a szalagos egység túl nagy sebességgel működik, akkor a szalag hajlamos felforrósodni és elakadni. Újra programozták a szondát, hogy a szalagos egységet csak lassan használja, és nem is a végéig. Az antennával együtt ez már súlyosan korlátozta a felvehető adatmennyiséget és a földre való továbbítás sebességét. A hibás adatrögzítő súlyos csapást jelent. 5 hónap telt el azóta, hogy a Galileo kibocsátotta a szondát. Az hamarosan elmerül a Jupiter légkörében, hogy megmérje a víz és más vegyi anyagok mennyiségét. Az SL9 üstökös becsapódása után a csillagászokban alapvető kérdések merültek fel a Jupiter és a többi bolygó keletkezésével kapcsolatban. Lehetséges, hogy ez az apró szonda adja meg nekik az áhított választ? A kis műszernek pontosan a megfelelő szögben kell elérnie a Jupiter légkörét. Ha túl meredeken érkezik, akkor elég. Ha túl laposan, akkor visszapattan, mint a lapos kavics a vízszínéről. Mindent pontosan kiszámítottunk, hogy éppen a jó irányból érkezzen. Jókora hőpajzs is védelmezte. Az ereszkedését mégis feszült izgalommal figyeltük. 2 perces aerodinamikai fékezés után a szonda hangsebességre lassul. Kinyílik a fékező ernyő. Ekkor a szerkezet elnémul. A szonda ereszkedésének van egy szakasza, amikor a légkörrel való súrlódás annyira felforrósítja, hogy nem kaphatunk tőle rádiójeleket. Miközben a szonda lassan leereszkedik a légkör 200 kilométeres rétegén át, az összegyűjtött adatokat a Galileóhoz továbbítja, amely tovább küldi őket a Földre. A Jupiter anyagának összetételét próbálja megállapítani. Miből áll? Mennyi a kén? Milyen nemes gázok vannak jelen? Neon, argon, kripton? Ezekből mennyi? És mennyi víz van ott? A kutatók meg vannak győződve róla, hogy a Jupiter légkörébe leereszkedő szonda által rátalálnak az üstökös által felfedett vízpára rétegére, amely döntő bizonyítékokkal szolgál a bolygó kialakulásáról. Egy tudományos találkozón még előrejelzést is tettem. $10 tettem fel bárki ellenében, hogy a szonda egy bizonyos mennyiségnél több vizet talál majd. Ám a szonda víz helyett ritka gázban süllyed, amely lefelé áramlik. Éppen egy száraz területre zuhant a felhők között. Hol van a víz, amire számítottak? A Jupiternek a jelek szerint száraz és nedves foltjai vannak. Nem ezt várták.
Felfedezték, hogy a Jupiteren hosszú távú időjárási mintázatok működnek. Olyan foltok vándorolnak rajta, amiket korábban nem vettek észre. A Galileo kezelői visszafojtják a lélegzetüket. A szonda még mélyebbre süllyed, de vizet még mindig nem talál. A kevesebb mint egy óra alatt gyűjtött adatok gyökeresen átformálták a naprendszer kialakulásáról alkotott elképzelésünket. A szonda valóban nagy arányban észleli nehezebb elemek, így argon, kripton, szén és nitrogén jelenlétét. Ezekből kétszer-háromszor annyit talál, mint amennyi a napban van. Ezek az elemek csak rendkívül alacsony hőmérsékleten csapódnak le, sokkal hidegebb helyen, mint amit a Jupiter jelenleg elfoglal. Kiderült, hogy a Jupiter légköre olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a naprendszer külső vidékeinek rendkívül hideg anyagából származnak. A felfedezés szenzációt kelt a csillagászok körében. Ezeknek az elemeknek a jelenléte azt jelenti, hogy a Jupiter a naptól eltérő módon keletkezett. A kis szonda egy csapásra bebizonyította, hogy a bolygó képződésről szóló elméleteink tévesek. Nem értettük, hogy hogyan alakultak ki a bolygók, és nem értettük meg a fiatal naprendszer működését sem. Az apró szonda felfedezései felkavarták a tudományos közvéleményt. Lehetséges volna, hogy az óriás bolygó a naprendszer távoli, hidegebb részén keletkezett, és onnan vándorolt a jelenlegi helyére? Esetleg üstökösök és aszteroidák szállították ide a nehezebb elemeket és a vizet? 58 perc elteltével még mielőtt egyértelmű választ találna, a szonda elnémul. Elégett a Jupiter légkörének mélyén. A csillagászok számára mégis értékes bepillantást engedett a Jupiter légkörébe és a keletkezési folyamatába. A nagy kérdés viszont válasz nélkül maradt. ...2011-ben újabb űrszonda, a Juno kísérli meg, hogy ráleljen a megoldásra. Minden korábbinál közelebb repül a Jupiterhez, és több adatot szerez be róla. A Junoval elsősorban a kémiai összetételt vizsgáljuk majd. A Jupiter hozzávalóiból fogjuk megfejteni a receptjét. Vagyis azt fogjuk megtudni, hogy hogyan alakultak ki a bolygók. A szonda munkájának befejeztével a Jupitertől 210 ezer kilométerre keringő Galileo egy másik régi rejtély a bolygó időjárásának vizsgálatába foghat. Hogyan képesek a Föld méretét háromszorosan meghaladó viharok ilyen nagyra nőni és több mint 300 éven át tombolni? A Jupiter időjárását kavargó felhők, csapkodó villámok és gigászi hurrikánszerű örvények határozzák meg. A Galileo csillagászai értetlenül állnak ezelőtt. A Földön ezeket a jelenségeket a nap melege táplálja, a Jupiter viszont 800 millió kilométerre van innen, tehát léteznie kell valamilyen más energiaforrásnak is. A leghíresebb alakzat, a nagy vörös folt, egy vihar, amely 8 kilométerre emelkedik ki a légkörből, és mélyen lenyúlik a sokféle vegyi anyag keverékébe. A vörös folt azért vörös, mert a közepében rekedt anyagokat erős ultraibolya sugárzás éri. Ettől lett ilyen a színe. A csillagászok már legalább 300 éve tartják szemmel a vörös foltot. A Földön a legnagyobb viharok is legfeljebb két hétig tartanak. Honnan nyer a naprendszer legnagyobb, a Földnél háromszor nagyobb átmérőjű vihara annyi energiát, hogy évszázadokon át ne veszítsen az erejéből? A kutatók szerint a válasz a kisebb viharokban rejlik. A rejtély megoldása érdekében azt tervezik, hogy filmre veszik a vörös folt és más kisebb időjárási képződmények működését. A nagy erejű rendszer működését azáltal szeretnék megérteni, hogy feltárják az energiájának forrását. Mivel a nagy sávszélességű antenna használhatatlan, ez az egyszerű megoldás nem kivitelezhető. A küldetést irányító csoportnak más megközelítési módot kell találnia.
A folyamatos mozgókép helyett három lépéses képsorozatot készítettünk. Megfigyeltük a vörös foltot, majd néhány órával később visszatérve ismét megnéztük. A folyamatos mozgókép helyett csak három fázist vettünk fel. A Galileo kisebb fehér foltok gyorsan változó övezetére talál. Úgy vélik, hogy ezeket konvekció, vagyis a légkört alkotó gázok gyors felemelkedése okozza. Arra, hogy ezek is viharok, még bizonyítékot kell találniuk, a Jupiter egy másik rendkívüli jelensége segítségével. Az itteni villámok ezerszer erőteljesebbek a földieknél. Ezek azonban csak éjszaka láthatók. A Jupiter 11-szer akkora, mint a Föld. Óriási. Ezen a gömbön néhány világos fehér folt látható. Kicsiny, de élénk fehér foltok. A Jupitert megkerülve az éjszakai oldalán éppen ezekben a fehér foltokban látszanak a villámok. Sehol másutt. Így azonosítható a viharok helye. A viharok felismerése után a következő lépés annak megállapítása, hogy a kis fehér foltok képesek-e nagyobbra nőni. A Galileo éppen a megfelelő helyen van, a megfelelő időben. Létezett néhány ovális fehér alakzat, amelyek az 1930-as években jöttek létre. Mintegy 60 éve léteztek már, amikor kettő közülük váratlanul egybeolvadt. A Galileo megfigyeli, amint két ovális folt egy nagyobb, még erősebb viharrá egyesül. Két évvel később egy harmadik is beléjük olvad, hatalmas viharrá válva a vörös folt alatti övben. Végül hirtelen vörössé vált. Olyan lett, mint a nagy vörös folt, ha nem is akkora. Az ifjabb vörös foltnak elnevezett képződmény megfigyelése annak megfejtéséhez is hozzájárult, hogy honnan merítik a roppant viharok az energiát. A Jupiter viharai kannibálok, kisebb viharokat nyelnek el, így alakulhat ki valami, ami olyan hatalmas, mint a nagy vörös folt. Olyan ez, mint a tápláléklánc, amelyben a nagy hal megeszi a kis halat, a kis hal pedig a még kisebbet. A Jupiteren először a kisebb viharok halmozzák fel az energiát. Az energiaforrás kérdése ezzel tisztázódott, de ez sem ad magyarázatot arra, hogy miért maradnak fenn ilyen sokáig a nagyobb viharok. A Jupiteren ható roppant erők mellett a viharoknak önmagukat is szét kellene szaggatniuk. A Földön az örvények, például a tornádók rövid idő alatt lecsillapodnak, a Jupiteren viszont évekig fennmaradnak. A Jupiter a naprendszer leggyorsabban forgó bolygója, 22-szer gyorsabban fordul körbe, mint a Föld. John Arnoux kutató ironikus módon éppen a gyors forgásban látja a jupiteri viharok stabilitásának magyarázatát. A gyorsan forgó rendszerekben az örvények tovább fennmaradnak. Ez nagyon meglepő. Azt hihetnénk, hogy szétoszlanak, de nem ez történik. Az űrszonda megfigyelései is azt támasztják alá, hogy nagyon zártak és stabilak. Amikor két különböző színű festék egy forgó víztartályban keveredik, meglepő eredményt kapunk. Eleinte úgy tűnik, hogy összemosódik, de gyorsan kiderül, hogy mégsem. Ehelyett két nagy örvény jön létre. Látni fogjuk, hogy tartósak és zártak. Éppen ez a lényeg. A forgó folyadékrendszerben, ahelyett, hogy összekeverednének, és a különálló színek eltűnnének, a nagy vörös folthoz hasonló szerkezet alakul ki. A Galileo feltárta, hogy miért válik néhány vihar olyan naggyá és hosszú életűvé, ám a kutatók még mindig nem ismerik a Jupiter leglátványosabb jellegzetességének, a párhuzamos vörös, fehér és barna sávok váltakozásának a magyarázatát. Feltételezték, hogy az egyik szín a gázok felemelkedésének, a másik pedig a leszállásának köszönhető, ám a Galileo kimutatta, hogy ez nem így van. Bár a légkör több száz kilométer mély, csak a felszíni rétege látható. Itt az ellentétes irányba fújó nagysebességű szelek hozzák létre az egész felszínen kirajzolódó színes mintázatot.
A színes sávok a függőleges áramlással társíthatók. Egy részük az emelkedő, a többi pedig a süllyedő mozgással jár együtt. Elképzelhető, hogy egy szinten felszálló mozgás zajlik, a süllyedés pedig ugyanannak a sávnak egy másik szintjén. Ezt nem tudhatjuk meg addig, amíg a Juno 2011-ben át nem tekint a Jupiter légkörének felső rétegén, hogy megfigyelje a bolygó forgását. A Juno 32 egyenként 11 napig tartó kört ír majd le a Jupiter körül. A Jupiter északi és déli pólusa felett is áthaladó pálya minden alkalommal eltolódik a hosszúság mentén, hogy a bolygó újabb szeletét térképezhesse fel. A Juno fogja elsőként felmérni a Jupiter egész légkörét 560 kilométeres mélységig. A Jupiter hatalmas időjárási rendszerei talán végre elárulják a titkaikat. A kutatók már tudják, hogy a Jupiter hosszú viharait a bolygó gyors forgása tartja fenn, de még lényegesebb, hogy ez a forrása a Jupiter rendkívüli erejű mágneses terének is. Ha tanulmányozni tudnánk azt a rendszert, és összehasonlíthatnánk a Földivel, akkor magáról a Földről is sok mindent megtudhatnánk. A Föld mágneses terét a mag körüli olvat vas áramlása kelti. A Jupiter gázból áll. A magjában lévő hidrogén azonban akkora nyomás alatt áll, hogy folyékony fémként viselkedik. A mágneses tér a bolygó belsejében keletkezik, ahol olyan hatalmas a nyomás, hogy a Jupiter hidrogénje fémessé válik. Pontosan úgy viselkedik, mint egy fém, ezért a mozgása áramot hoz létre. Az pedig a bolygót körülvevő mágneses térben mutatkozik meg. A Jupiter magjában örvénylő fémes hidrogén rendkívül erős mágneses teret hoz létre a bolygó körül. A Szaturnuszig és azon túl is nyújtózik a naprendszeren át, foglyul ejtve a töltött részecskéket. Óriási, 50-szer, 100-szor akkora, mint maga a Jupiter. A napszél egészen a Szaturnusz pályájáig nyújtja el a csóváját. A Jupiter mágneses tere a naprendszer legnagyobb képződménye. Ha szabad szemmel megfigyelhetnénk, akkor a Földről ugyanakkorának látszana, mint a Hold. Ahhoz is elég erős, hogy eltérítse a Jupiterhez legközelebbi nagy hold, az Io óriás vulkánjaiból szüntelenül áradó kén nyalábot. Ez az anyag a Jupiter pólusai felé áramlik, ahol lélegzetelállító fényjelenséget idéz elő. Ahogy a Földön, a Jupiteren is létezik északi és déli fény, más néven auróra. A Juno fogja elsőként elemezni a káprázatos jelenséget előidéző részecskéket és a mágneses teret. Közel repülünk, lebukunk a sugárzási öveg alá, és kibukkanunk a túloldalon. Átrepülünk a töltött részecskék záporán, amely a légkörben kiváltja az északi fény jelenségét. A kutatócsoport reményei szerint a Jupiter tanulmányozása által jobban megérthetjük majd a Föld saját mágneses terét keltő dinamikus folyamatot is. A Jupiter rendszere azonban más titkokat is tartogat. A holdjai nem hideg és tétlen, hanem mozgalmas égitestek, amelyek választ adhatnak a végső kérdésre. Létezik-e élet a Földön kívül? A Jupiter rendszere hatalmas. 63 hold kering a bolygó körül, köztük néhány akkora, hogy bolygónak is beillene. Azért rejtélyesek, mert a kisebb bolygók és holdak általában gyorsabban lehűlnek. Hogyan lehetnek ezek mégis forrók és geológiailag aktívak? A válasz egyben a tudomány szent gráljához is elvezethet. Van-e élet más égi testeken? A négy legnagyobb hold a Ganymédész, a Kalisztó, az Io és az Európa. Mindegyik egészen más, döbbenetes meglepetéssel szolgál. Mialatt a Ganymédész egyszer befutja a pályáját, az Európa kétszer, az Io pedig négyszer kerüli meg a bolygót. Ez nem a véletlen műve. A holdaknak ez a gyönyörű kozmikus tánca egy fejlődési folyamat végeredménye.
A csillagászok azt várták, hogy a Jupiter holdjai hideg, halott kő és jégdarabok lesznek. A Galileo viszont tevékeny, mozgalmas égitesteket talál. Útunk első állomása a titokzatos Ganymédész, a legnagyobb hold a naprendszerben. Ha a Jupiter helyett a nap körül keringene, akkor a csillagászok bolygóként tartanák számon. A NASA által készített felvételeken hegyeket, völgyeket, krátereket és megdermett lávafolyásokat látunk. A csapat szinte rögtön rábukkan valami rendkívülire. A Galileo magnetométere meglepő értékeket jelez. A lélegzetem is elakadt. Ott volt az orrom előtt a bizonyíték, hogy mágneses tere van. El sem akartam hinni. A Ganymédész az egyetlen hold a naprendszerben, amely önálló mágneses térrel bír. Ez azért rejtélyes, mert az égitestet szilárdnak gondolták. Ha a Ganymédész mágneses teret kelt, akkor olvadmaggal kellene rendelkeznie. A Ganymédész mágnesességének felfedezése csak tovább mélyíti a bolygók keletkezésével kapcsolatos rejtélyt. A Ganymédész története során olyan eseménynek kellett bekövetkeznie, amely elég nagy erejű volt a hold felforrósításához. A Galileo megmutatta, hogy milyen bámulatos, rendkívül eseménydús történelemmel bíró világ a Ganymédészé. Csak hogy a Ganymédész állandó mágneses tere mellett a Galileo egy másik, változó teret is kimutat. Ez arra utal, hogy feltehetően folyékony vízből álló óceán van a Ganymédész belsejében. A kutatók gyanúja szerint ez az óceán mélyén a hold kőzet rétege alatt rejtőzik. A csoport szívesen megvizsgálná, de a Galileo pályáját követve elhagyja a Ganymédészt. Újabb meglepetések várnak rá. Következzék a legkülső, a Jupiter négy legnagyobb holdja közül. Talányokban a hideg, sziklás Callisto is bővelkedik. A naprendszerben a legidősebb és kráterekkel legsűrűbben telehintett felszínét ősi meteorit becsapódások hegei borítják. A különösen világos peremű kráterek felszítják a csillagászok érdeklődését. Mintha a felszín félresöpört sötét anyaga alól bukkanna elő az alsó, világosabb réteg. Ilyesmit a Földön sohasem tapasztaltunk. Mi lehet a lekopott anyag, és milyen folyamat okozta a lekopását? Kétségtelen, hogy közelről az égitest sokkal érdekesebbnek bizonyult, mint gondoltuk. Bár a felszínen mínusz 173 fokos hőmérséklet uralkodik, a Galileo adatai arra utalnak, hogy a Ganymédészhez hasonlóan a Callisto sem lehet teljesen fagyott. Az ott észlelt gyenge mágneses tér alapján ennek is lehet óceánja, bár az adatok ellentmondásosak. A Galileo más műszerei szerint a Callisto 200 kilométeres mélységtől egészen a magjáig kőzetek, fémek és jég keverékéből áll. Újabb rejtély. A bolygóknak és holdaknak a kialakulásuk elfogadott elmélete alapján fel kell forrósodniuk, amikor az alkotó részeik először összeállnak. Ez a hő szétválasztaná a jeget a kőzetektől. Különös, hogy a Callistón ez nem történt meg. Ez azt jelentené, hogy a belseje sohasem forrósodott fel igazán. De hogyan jöhet létre egy ekkora hold, anélkül, hogy felmelegedne? Mint a Jupiter rendszerében oly sok minden, a Callisto is több kérdést vet fel, mint amennyire választ ad. Nem tudjuk, hogy mi zajlik a hold belsejében, de még azt sem, hogy milyen anyagok borítják a felszínét. A Jupiter következő holdjának története sem kevésbé különös. Az Io ugyanakkora, mint a mi holdunk. A négy nagy hold közül ez kering legközelebb a Jupiterhez. A naprendszer valamennyi égiteste közül itt a legerősebb a vulkán tevékenység. Több mint 400, akár 200 kilométer átmérőjű vulkánja van.
Ha a madártávlatból láthatnánk, az Io csodálatos látványt nyújtana. Sok száz kilométer magas füstoszlopokat, roppant láva folyamokat és bugyogó lávatavakat látnánk. Emiatt olyan furcsa a felszíne, és ezért tündököl egy pepperonis pizza színeiben. A vulkánok szüntelenül alakítják az Io felszínét. A Galileo felvételei egészen mások, mint amiket a Voyager sugárzott, mint egy 20 évvel korábban. De hogyan mehet át a táj ilyen drámai változáson, ilyen rövid idő alatt? Roppant kráterek jelennek meg, és tűnnek el. Az eltűnésük látszólag az óriási, több mint 300 kilométer magasba feltörő kéntartalmú gázfelhőkkel függ össze. Arra következtettünk, hogy a felhőkből kihulló finom anyag rakódik le a felszínre, és hosszú távon ez koptatja le a krátereket. Ám, ahogyan a Jupiter többi holdjánál, itt is van még nyitott kérdés. Ennyi vulkáni tevékenység óriási mennyiségű hőt kíván, de az vajon honnan származik? A naptól 800 millió kilométerre lévő Iónak túl hidegnek kellene lennie, de egyértelműen nem az. Lehet-e a magyarázat a gravitáció? A Jupiter tömegvonzása tartja a pályáján az Iót, ám az a keringése során időnként a többi hold közelébe ér, amelyek az ellenkező irányba vonzák. Az Io alakja ettől eltorzul, a torzulás pedig hőt fejleszt. Miközben a Jupiter holdjai a bolygó körül keringenek, az erők több irányba húzzák és összenyomják őket. Az ezzel járó surlódással keletkező hő olvasztja meg az Io belsejében a kőzeteket, és táplálja a vulkánokat. Olyan árapályt okoz az Ión, amilyet a hold a földi óceánokon. Csak hogy az Ión az egész felszín több mint 100 méterrel megemelkedik. El tudják képzelni, hogy milyen lenne a Földön, például itt Los Angelesben, ha a talaj 100 méterrel magasabbra emelkedne? Bámulatos felfedezés. Egy égi test, amelyre akkora erők hatnak, hogy gyurmaként alakítják. Bármilyen meglepően hangzik, a Jupiter holdjai közül mégsem az Io a legkülönösebb. A következő hold, amely a Galileo útjába esik, az Európa. Felszínét furcsa geológiai formációk és a jégen áthúzódó párhuzamos sávok borítják. A jégvilág nem mindennapi titkot rejt. Lehet, hogy az élet feltételeivel is rendelkezik? A Jupiter Európa nevű holdjáról a korábbi műholdak által készített felvételek rózsaszínbe játszó fehér tájat tárnak elénk. A Galileo viszont a vártnál kevesebb meteorit krátert talál. Ez annyit jelent, hogy a krátereket valami elsimítja. Mivel az Európa felszíne jégből áll, a csillagászok úgy vélik, hogy víz bugyoghat fel a mélyből. Ez a hold annyira érdekfeszítő, hogy a csillagászok szeretnék alaposabban is megvizsgálni, ám ehhez a tervezetnél több időt kell az Európánál tölteni. Az eredeti menetrend szerint az Európát csak háromszor kerültük volna meg, de a leletek olyan csábítóak voltak, hogy végül néhány körrel még meghosszabbítottuk a megfigyelését. A Galileo első feladata, hogy részletesebb felvételeket készítsen a Holdról. A kérdés az, hogy mennyire aktív az Európa felszíne, és hogy a becsapódási krátereket eltörlő folyamatok gyorsak, vagy gletszerszerűen lassúak. A kutatók első becslései szerint a folyamat évmilliókat is igénybe vehet. Ez gyorsan megváltozik. Hallgattam, ahogyan beszélgetés közben az Európa felszíne egyre fiatalabb lett. Először néhány milliárd évről beszéltek. A következő fordulónál 100 000 évesre becsülték. Mire a szonda ismét megkerülte, már azt mondták, hogy jelenleg is aktív. Az Európa mágneses terének vizsgálata során a Galileo egy újabb rejtély nyomára bukkan.
Miközben a Hold a Jupiter körül kering, a mágneses tere is változik. Az Európának bizonyára van egy vezető rétege, amely átengedi a Jupiter mágneses terét. Ezt csak egy valami okozhatja, és ez nagy meglepetést okoz a Galileóval dolgozó csoportnak. Ezeket a jellegzetességeket csak úgy tudtuk értelmezni, hogy a jég alatt húzódó kiterjedt óceán okozza őket. A kutatók szerint az Európa óceánja hatalmas. Az egész bolygót elborítja 160 km mélységig, így ez a legnagyobb folyékony víztömeg a naprendszerben. Ha így van, akkor először egy alapvető kérdést kell megoldani. Az Európa felszíni hőmérséklete a mínusz 93 fokot is elérheti. Miért nem fagy meg egy ekkora óceán ilyen távol a naptól? A csillagászok szerint az ok ugyanaz, mint ami az Io vulkánjait működteti. A Jupiter tömegvonzása megnyújtja és összenyomja a Holdat, és ezzel hőt fejleszt a belsejében. Ez a hő tartja állandó mozgásban a felszínt. Ugyanez adhat magyarázatot az Európán megfigyelt különös képződményekre is. A Galileo felvételein hegyvonulatok hálózzák be az Európát. Ezek a különös formák több ezer kilométer hosszan nyúlnak el, általában párosával. Egy hegygerincből, egy közbülső völgyből és még egy gerincből állnak. Különös alakzatok, amilyenekhez hasonlót sosem láttunk a Földön. A hegyvonulatok kezdetben rejtélyesnek tűntek, de a csillagászok gyorsan előálltak a magyarázattal. Bob Pappalardo bolygókutató jégtömbökkel mutatja be a jelenséget a laboratóriumban. Amikor az Európát eltorzítja a Jupiter tömegvonzása, akkor a felszíne meghajlik és felreped. Az összepréselt és meghajlított jég a repedések mentén oda-vissza csúszkál. Az egymáson elmozduló tömbök között hő fejlődik, és a jég mindkét oldalon felmelegszik. A melegebb jég torlódik fel azokká a különös gerincekké, amelyeket megfigyelhetünk, és amelyek behálózzák az Európa tundráit. A Galileo egy szüntelenül mozgásban lévő világot tár fel, bizonyítva, hogy a jég alatt meleg rejtőzik. A felszíni anyag áramlásai jégvulkánok vagy gejzírek jelenlétére utalhatnak. A jégen megfigyelhető barnás-vörös foltok ott keletkeznek, ahol a jég repedésein feltör a Hold belsejének sós vize. Gödröket, foltokat és domborulatokat láttunk az Európa felszínén. Ezek a felemelkedő melegebb jéggel állhatnak kapcsolatban, amely úgy száll felfelé, mint egy lávalámpában. A Hold belsejének melege akár melegvizes kürtőket is létrehozhatott az óceánban. A Földön a tengerfenék ilyen kürtői az élet csomópontjai. A Galileo adataiból arra lehet következtetni, hogy az Európa felszínén fagyott széndioxid is van, ami talán a lenti óceánból szállt fel. Ha így van, akkor ez nagy jelentőséggel bír, hiszen a széndioxid elengedhetetlen az élethez. Azt jelenteni mindez, hogy az Európán élet is van? Én ahhoz a táborhoz tartozom, akik szerint, ahol a víz és az élethez szükséges többi anyag is jelen van, ott jó eséllyel élet is létezik. Úgy tűnik, hogy az Európán mindez együtt van. Ha életre találnánk az Európa óceánjában, azzal hatalmas lépést tennénk annak kiderítése felé, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben, vagy az élet mindenütt elterjedt. Az élet utáni kutatás ellenállhatatlan kísértés. A tudósok mindent elkövetnek, hogy visszatérhessenek az Európára. Abban bíznak, hogy a következő évtized végére forradalmian új szondát állíthatnak pályára a Hold körül. Az Európa Explorer teszi majd meg az első lépést, hogy megválaszolhassuk a nagy kérdést. Van-e élet a Földön kívül? Feltérképezi az Európát borító jeget. A szerkezetét elemezve olyan pontot keres majd, ahol egyszer lejuthatunk az óceánig. Az Explorer fő eszköze a radar, amellyel térbeli képet alkot az Európa kérgéről. A kutatók ebből megállapíthatják a jégpáncél vastagságát.
Milyen mélyen van ez az egész holdra kiterjedő óceán a felszín alatt? Milyen mély, vagyis milyen vastag a vízréteg? Döntő kérdések ezek. A kutatók már ismerik a jég vastagságát, a következő lépésben kidolgozhatják a módját, hogy áttörjünk rajta. Ez egy újabb űrszonda feladata lesz. Ez nem kering majd az Európa körül, hanem leszáll rá, hogy felderítse a felszín alatti óceánt. Az Endurance már munkába is állt az Antarktiszon. A robot tenger alatt járó a jég alatt végzett munkára is alkalmas víz alatti szondák új nemzedékének első tagja. A cél egy olyan jármű megalkotása, amelynek nincs szüksége otthonról kapott utasításokra. Az Endurance-nek önállóan kell döntéseket hoznia. Egy napon talán egy ilyen jármű kutat majd az élet után az Európán, ám először át kell jutnia a jégen. A vastag jégpáncél megolvasztása rengeteg energiát igényel. Az emberek ezt általában nem érzik át, de valamiféle nukleáris rendszerre lesz szükség, és még azzal is hetekig, esetleg hónapokig fog tartani. Elképzelhetünk egy leszálló egységet, amely utat olvaszt magának az óceánig, és felderíti mindazt, ami odalent vár ránk. Az élet felfedezése egy másik égitesten minden idők legnagyobb tudományos eredménye volna. Ha létezik élet az Európa óceánjában, abból arra következtethetnénk, hogy szinte minden vízben gazdag környezetben jelen van. Csodálatos felfedezés volna. A Jupiter és holdjai által már is másként látjuk a naprendszerben elfoglalt helyünket. Az Európához küldött újabb szondák talán bebizonyítják, hogy a földi élet nem egyedülálló. Ha két égitesten jelen van az élet, akkor miért ne lehetne még többön? A Jupiter és holdjai egy napon feljogosíthatnak minket a reményre, hogy nem csak életet, de intelligenciát is találhatunk a csillagok között. Narrátor Kassai Károly, magyar szöveg Horváth P. Tamás. Munkatársak Férntáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.